11. fejezet Sikerre vezette vállalkozásaikat szent proféta vezetése mellett. Átkeltek lakatlan pusztaságon és sivár helyeken ütöttek sátort. Ellenálltak ellenségeknek, s megbosszulták magukat ellenfeléken. Szomjúságukban segítségül hívtak téged, és vizet kaptak a meredek sziklából, szomjukat oltották a kemény kősziklából. Amivel ellenségeik bűnhődtek, amikor nem volt innivalójuk. Izrael fiai annak bőségében örvendeztek. És az nekik, amikor szűkölködtek, jó szolgált. Mert aki nem apadó folyó forrás vize helyett embervért adtál a gonoszoknak. Amíg azok megfogyatkoztak, büntetésül a megölt kisdedekért, ezeknek váratlanul bőséges vizet adtál, és megmutattad az akkori szomjúsággal, hogy magasztalod fel a tieidet és pusztítod el ellenségeiket. Amikor ugyanis megpróbáltatás érte őket, bár csak enyhe feddésben volt részük, megtudták, milyen kínokat szenvedtek a harag a gonoszok. Azokat ugyanis, mint intő atya, próbára tetted, ezeket pedig, mint szigorú király, kérdőre vontad és elkárhoztattad. Távol tőlük és jelenlétükben egyaránt kín szenvedtek mert kétszeres bánat fogta el őket, és sóhajtottak, amikor a múltukra emlékeztek. Mert amikor hallották, hogy az, ami nekik bűnhődés, amazoknak javára szolgált. Tudomást szereztek Jahuáról, és csodálták az események végét. Akit egykor gonoszul kitettek, és gúnyolva elutasítottak. Azt az események végén megcsodálták. Szomjaztak ők, de nem úgy, mint az igazak. Romlottságuk balga, a vélekedései miatt, amelyektől félrevezetve esztelen csúszómászókat és alávaló állatokat imádtak, büntetésül esztelen állatok raját bocsátotta rájuk. Hogy megtudják, mindenki azzal bűnhődik, ami által védkezik. Mert mindenható kezed, amely a világot a forma nélküli anyagból teremtette, küldhetett volna ellenük medvét, bősz oroszlánt seregestől, vagy újfajta ismeretlen, dühös fenevadakat, amelyek tüzes párát lehelnek, sistergő gőzt fújnak, vagy szemükből rémes szikrát szornak, amelyek nem csak ártással tudták volna tönkretenni, hanem puszta látásuk is holtra rémítette volna őket. De eleshettek volna akár egyetlen lehelettől, üldözve saját tetteiktől, elszélesztve, hatalmat fuvallatától, de te mindent mérték, szám és súly szerint rendeztél. Csak is neked áll mindig módodban megmutatni nagy hatalmadat, és ki tudna ellene szegülni karod erejének. Mert az egész világ olyan előtted, mint a mérleg mutatója, mint a földre hulló hajnali harmadcsepp. Mégis könyörülsz mindenem, mert módodban áll minden, és elnézed az emberek bűneit a bűnbánatért. Mert szereted mindazt, ami van, semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Mert ha gyűlöltél volna bármit is, meg sem teremtetted, és meg sem alkottad volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha nem te akarnád? És hogyan állhatna fenn, amit nem hívtál létre? Kímélsz mindent, mivel a tiéd, Jahua, és az élőben leled örömödet. 12. fejezet de jó, de kegyes a szellemed, Jahua, mindenben. Ezért a tévegőket megfedded egy keveset, védkeikért megdorgálod őket, és lelkükre kötöd, hogy a gonoszságtól elfordulva benned higgyenek, Adonai. Így szent földed régi lakóitól is iszonyodtál ugyan, mert utálatos dolgokat műveltek előtted, varázslást és förtelmes áldozatokat kegyetlenül megölték gyermekeiket, emberek belső részeit falták és vért szűrcsöltek, amikor mint beavatottak, titkos ünnepséget ültek. A gyámoltalan teremtések gyilkos szülőit is el akartad ugyan emészteni atyáink keze által, hogy a föld, amely előtted mindennél kedvesebb, Elohim gyermekeiben méltó telepeseket nyerjen. De még őket is megkímélted, hisz ők is emberek, és sereged előörse gyanánt, darazsakat küldtél, hogy apránként írtsák ki őket. Nem, mintha nem lett volna erőd, haddal vetni az igazak alá a gonoszokat, félelmes vadakkal vagy egy kemény igével egyszerében kiirtani őket. Mégis apránként büntetted őket, hogy alkalmat adj bűnbánatra, bár tudtad, hogy gonosz volt eredetük, a romlottságuk velük született, és gondolkodásuk soha meg nem változik, hisz istentelen fajzat voltak kezdettől fogva. Nem kellett tartanod senkitől sem, amikor büntetlenül hagytad bűneiket, hisz kimondhatná neked, mit cselekedtél, vagy kiszegőhetne ellen ítéletednek. Kiléphetne fel ellened, mint az igaztalan emberek védője, és kiillethet váddal, ha elpusztulnak népek, amelyeket alkottál. Hisz nincsen kívül a hatalmasság, aki gondját viselni a mindenségnek, hogy bizonyítanod kellene, nem ítéltem hamisan. Nem vonhat kérdőre sem király, sem fejedelem azokért, akiket elveszítettél. Mert igaz vagy, mindent igazságban intézel, úgy ítélsz, hogy nem illik hatalmadhoz kárhoztatni azt is, aki büntetést nem érdemel. Hiszen hatalmad az igazságosság alapja, és mivel mindennek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmad teljességét és bünteted azok merészségét, akik nem ismernek téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert nálad van a hatalom gyakorlása, amikor csak akarod. Ezzel a bánásmóddal pedig arra tanítod népedet, hogy az igaznak emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el a gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására ha már szolgáid halára szánt ellenségeit ekkora kímélettel büntetted. és időt és alkalmat adtál nekik, hogy felhagyjanak a gonoszsággal, mennyi gonddal ítéled akkor fiaidat. Amikor atyáinknak esküvel, sőt szövetséggel javakat ígértél. Amíg tehát fenyítesz minket, ellenségeinket sokszor korbácsolod, hogy mi is, amikor ítélkezünk, jóságodat meggondoljuk, és az ítéleten irgalmadat remélhessük. Ezért azokat is, akik esztelen, gonosz életet éltek, azzal gyötröltett leginkább, amit imádtak. Mert a téveigés útjain túl messze jutottak, amikor az állatok legsilányabbjait hitték hatalmasságoknak, és úgy éltek, mint együgyű gyermekek. Ezért szégyen teljes büntetést bocsátottál rájuk, mintha értetlen gyermekek lennének mivel pedig nem hajlottak sem megszégyenítésre, sem korholásra, Elohimhez illő ítéletet tapasztaltak. Mert amikor szenvedésük közben bosszankodva látták, hogy azok által bűnhődtek, amiket hatalmasságoknak gondoltak, akkor felismerték, hogy ő az igaz Elohim, akiről azelőtt tagadták, hogy ismerik, ezért jött el rájuk végső kárhozatuk. 13. fejezet mert balgák mindazok az emberek, akikben nincs meg Elohim ismerete, akik nem tudták a látható javakból megismerni azt, aki van, és a műveket szemlélve nem ismerték föl az alkotót, hanem a tüzet, vagy a szelet, vagy az iramló levegőt, vagy a csillagok körét, vagy a víz árját, vagy a napocs holdat tartották világot kormányzó hatalmasságoknak ha már ezeket hatalmasságoknak gondolták, mert szépségük elbájolta őket, tudhatták volna, mennyivel kiválóbb ezek ura, hiszen a szépség szerzője alkotta mindezeket. Ha pedig megcsodálták ezek erejét és tevékenységét, megérthették volna, hogy alkotójuk még erősebb. Mert a teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet ismerni azok teremtőjét. De ezek ellen még csak kevesebb a kifogás, mert ők talán csak tévednek, miközben Elohimet keresik, és meg akarják találni. Amikor ugyanis alkotásaival foglalkoznak, s azokat vizsgálják, megejti őket azok látása, mert annyira szép, amit látni lehet. Ezeknek azonban még sincs mentségük. Mert ha tudásban annyira vitték, hogy át tudták kutatni a világot, ennek urát ugyan miért nem tudták előbb megtalálni de boldogtalanok azok és hol dolgokba vetik reményüket, akik emberi kézművét hívják hatalmasságoknak. A mesterséges alkotást aranyból, ezüstből, az állatok képeit vagy haszontalan követ, régi kéz munkáját. Így, amikor a fafaragó alkalmas törzset vág az erdőből, gondosan lehántja egész kérgét, majd hozzáértő szorgalommal hasznos holmit készít az élet szolgálatára. A munka hulladékát étel készítésére fordítja. Ami pedig megmarad belőle és semmire nem alkalmas, a görbe és görcsökkel telenőtt fát üres idejében szorgalmasan kifaragja, gondos művészette alakot ad neki és ember képére formálja, vagy valami hitvány állathoz szabja. Bevonja vörös agyaggal, pirosrakeni pirosítóval és minden foltját befesti. Aztán hozzáillő hajlékot készít, a falra illesztés vassal megerősíti. Tehát gondját viseli, hogy le ne essen, mert tudja, hogy az nem tud magán segíteni, hiszen csak képmás és segítségre szorul. Amikor pedig vagyonáért, gyermekeiért és feleségéért fogadalmat tesz és imádkozik, nem restel szólni ahhoz, ami lélek nélkül van, az erőtlenhez könyörög egészségéért, a holdhoz esedezik életéért és a gyámoltalanhoz fordul segítségért szerencsés utat kér attól, ami lábát sem tudja mozdítani. Keresetért, munkájáért és minden ügye sikeréért ahhoz könyörög, ami semmire sem képes. 14. fejezet Más viszont, aki tengerre indul és szilaj hullámokat készül átszállni, fadarabhoz esedezik, amely törékenyebb, mint a hajó, amely őt hordozza. Mert a haszonvágy eszelte ezt ki, és hozzáértő emberek bölcsessége építette, és a te gondviselésed kormányozza, atyánk, mivel a tengeren is adtál utat és biztos ösvényt a hullámok között. Megmutatod, hogy minden veszélytől meg tudod menteni még azt is, aki jártasság nélkül száll tengerre. Hogy bölcsességed művei parlagon ne heverjenek, még a silány fára is rábízzák az emberek életüket, hajon szelik át a habokat és életben maradnak. Már régente is, amikor gőgös óriások vesztüket lelték, a világ reménysége hajóra menekült, és kezed irányítása mellett átmentette a nemző magot az utókornak. Mert áldott a fa, amely által igazság történik, de átokéri a kézzel alkotott báványt, és azt is, aki készítette. Az egyiket azért, mert megalkotta, a másikat pedig, mert romlandó létére, hatalmasságnak hívták. Egyaránt utálat. Elohim előtt az istentelen és az istentelen alkotása, és készítőjével együtt a mű is bűnhődik. Ezért a pogányok báványai ítélet alá esnek, mert utálattá lettek Elohim teremtményei között. Kísértésé lettek az emberek lelkének és törre a balgák lábának. Mert a hűtlenség kezdete a báványképek gondolata, kitalálásuk az élet rákfenéje. Nem voltak ilyenek kezdettől fogva, ezért nem is maradnak meg örökké. Mivel az ember hivalkodása által jöttek a világra, hirtelen elmúlás vár rájuk. A keserű gyalázatban bánkódó atya ugyanis a tőle váratlanul elragadott fia képmását készítette, és azt, aki mint ember halt meg, most hatalmasságként tisztelte, és alattvalói között szertartásokat és áldozatokat rendelt. Idővel az istentelen szokás megszilárdult, és e tévedést, Törvényként megtartották, és uralkodók parancsára faragott képeket imádtak. Akiket pedig az emberek nem tudtak szemtől szembe tisztelni, mert távol laktak tőlük, azok képmását a távolból elhozták a királyról, akit tisztelni akartak. Hű képet készítettek, hogy a távol levőnek olyan készséggel hízelegjenek, mintha közöttük volna. Tiszteletük ápolására pedig a művész becsvágya olyanokat is ösztönzött, akik azt nem ismerték mert hogy megbízója kedvében járjon azon fáradozott művészetével, hogy a hasonlóságot minél hívebben kifejezze. A műalkotás szépségétől elbűvölt sokaság pedig most már hatalmasságnak tartotta, akit kevéssel azelőtt, mint embert tiszteltek. Eként vált az emberi élet kelepcévé, hogy az emberek akár érzelem, akár uralkodó előtt meghajolva, a másra nem ruházható nevet kőnek vagy fának adták és nem érik be azzal, hogy megtévettek Elohim ismeretében, hanem a tudatlanság nagy háborúságában élnek, és mindazt a sok rosszat még békegyanánt magasztalják. Mert amikor gyermekeiket feláldozzák, vagy titkos szertartásokat végeznek, és eszeveszett vad tivornyákat űznek, nem ügyelnek sem az élet, sem a házasság tisztaságára, és egyik a másikat irítségből megöli, vagy házasságtöréssel keseríti mindezek összekeverednek náluk. Vérengzés, gyilkosság, lopás és családság, vesztegetés, hűtlenség, lázadás és hamis eskü. A jog zaklatása, a megfeledkezés Elohimra, a lelkek fertőzése, természetellenes paráznaság, a házasság álhatatlansága, házasságtörés és kicsapongás. Mert a gyalázatos báványok imádása minden gonosznak oka, kezdete és bevégzése. Hisz vagy őrjöngenek jókedvükben, vagy hamisan jövendőlnek, vagy gonoszul élnek, vagy könnyelműen hamis esküt tesznek. Mert amikor lélek nélküli bálványokban bizakodnak, nem tartanak a hamis eskü megtorlásától. Ezért mind a kettőért méltán bűnhődnek. Azért, hogy bálványokra hagyatkozva Elohimről hamisan vélekedtek, és mert hamisan esküdtek, csalárdul megvetve az igazságot mert nem azok hatalma, akikre esküdtettek, hanem a bűnösöknek járó büntetés követi mindig az igaztalanok botlását. 15. fejezet Te pedig, Elohim, kegyes vagy és igaz, türelmes és elnézéssel intézel mindent. Még ha vétünk is, tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat, de nem vétünk többé, mert tudjuk, hogy hozzá tartozunk. Mert téged megismerni tökéletes igazságosság, és tudni igaz voltat és hatalmadat gyökere a halhatatlanságnak. Nem is ejtett minket tévedésbe az emberek gonosz mesterségének e találmánya, sem az árnyékoló festés haszontalan munkája, a különféle színű faragott képmás, amelyek látása vágyat kelt a balgában, úgyhogy megkívánja a hold kép élettelen alakját. Akik készítik, akik szeretik, és akik tisztelik őket, azok a rosszat kedvelik és méltók, hogy ilyenekben legyen részük. A fazekas is, miután a lágy agyagot fáradtsággal meggyúrta edényt formál, mindegyiket használatukra, de ugyanabból az agyagból alakít tisztes célra szolgáló edényeket és ellenkező célra valókat. Hogy milyen legyen az edény használata, a fazekas dolga azt eldönteni. Így rosszra fecsérelt fáradtsággal hatalmasságot készít abból az agyagból, az, aki kevéssel azelőtt lett a földből, és csak hamar visszatér oda, ahonnan vétetett, amikor a kölcsönbe kapott lelket tőle visszakövetelik. De nem gondol azzal, hogy el fogja hagyni ereje, sem azzal, hogy élete rövid, hanem versenyre kell arany és ezüst művesekkel, ércöntőkkel vetekszik, és nagyra van azzal, hogy hamis dolgokat alkot. Pedig hamu a szíve, és hitvány föld a reménye, s élete értéktelened, mint az agyag, mert nem ismeri azt, aki őt alkotta, aki tevékeny lelket lehet belé, és az élet leheletét beleihlette. Hanem azt hiszi, hogy életünk játék csupán, hogy az itt lét hasznot hajtó vásár, hogy akárhonnan még a rosszból is nyereséget kell húzni. Pedig ő bárkinél jobban tudja, hogy védkezik, amikor földi agyagból törékeny edényt is, báványt is készít balgák minnyáján és nyomorultabbak a korlátott lelkénél néped ellenségei és leigázói. Mert a pogányok minden bálványát hatalmasságnak tartják, holott azok sem szemüket nem használják, hogy lássanak, sem orrukat, hogy lélegzetet vegyenek, sem fülüket, hogy halljanak, sem kezük újait, hogy tapintsanak, és lábuk is lusta a járása, mert ember készítette őket, s olyan formálta, aki az élet leheletét kölcsönbe kapta. Mert egy ember sem alkothat magához hasonló hatalmasságot. Halandó létére ugyanis csak holtat tud készíteni igaztalan kézzel. Hisz ő tökéletesebb azoknál, amiket imád, mert neki bár halandó élete van, azoknak pedig nincs. Még a legnyomorultabb állatokat is imádják, mert a többivel összehasonlítva, ostobaságban alábbvalók náluk. De még szépséget sem lehet látni ezeken az állatokon nincs is részük Elohim dicséretében és áldásában. 16. fejezet Ezért méltán szenvedtek kínokat ilyenek által, és lettek bestiák rajának prédája. Népeddel azonban a fenyítés helyett jót tettél, és feltámadt étvágyuk csillapítására rendkívüli csemegét, fűrjet készítettél nekik eledelül. Úgyhogy amazok, amikor enni kívántak attól, amit láttak, s ami ellepte őket, még rendes étvágyukat is elvesztették. Ezek viszont rövid nélkülözés után még rendkívüli falathoz is jutottak. Mert azokra az elnyomókra könyörtelen nélkülözésnek kellett köszöntenie, ezeknek pedig meg kellett mutatni csupán, milyen kínokat szenvedtek ellenségeik. Őket is fenyegette ugyan a vadállatok bősztühe, amikor tekergő kígyók marásától pusztultak de nem tartott haragod mindvégig, csak intés céljából félemlítetted meg őket egy kissé, és megkapták menekvésüki elképét, amely törvényet parancsára figyelmeztette őket. Mert aki odafordult, nem azáltal gyógyult meg, amit látott, hanem általad, mindennek megmentője által. Ezzel is megmutattad ellenségeinknek, hogy te vagy az, aki minden bajból megszabadítasz. Azokat ugyanis a sáskák és legyek csípése megölte és nem volt orvosság életük megmentésére, mert rászolgáltak, hogy ilyenek által pusztuljanak. Fiaidon ellenben még a mérges sárkányok marása sem fogott, mert irgalmat segítségükre sietett és meggyógyította őket. Megfenyítetted őket, hogy emlékezzenek parancsaidra, és hamarosan meggyógyultak, hogy azokról teljesen megfeledkezve ne nélkülözzék segítségedet mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, csak a te igéid, Adonai, amely mindent meggyógyít. Mert te vagy, Adonai, akinek hatalma van élet és halál fölött, levezetsz az alvilág kapuihoz, és újból felhozol. Az ember ugyan ölni tud a gonoszsággal, de az élet elszállott leheletét nem hozhatja vissza, és az elvet lelket nem hívhatja vissza többé. De a te kezed elől nem lehet menekülni mert az istenteleneket, akik tagadják, hogy ismernek téged, erős karod ostorozta. Szokatlan zápor, jégeső, zivatar üldözte és tűzemésztette őket. Ami pedig legcsodálatosabb volt, a vízben, amely mindent elolt, a tűz annál is inkább erőre kapott, mert a teremtés az igazak megtorlója. Néha megszelidül ugyan a tűz, hogy az istentelenek ellen küldött állatok el ne égjenek és ők tulajdon szemükkel lássák, hogy Elohim ítélete üldözi őket. Máskor azonban a tűz szokatlan erővel lobogott mindenfelől a vízben, hogy a gonosz föld termését elpusztítsa. Népedet viszont angyalok eledelével tápláltad, és fáradtság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely minden gyönyörűséggel teljes, és minden íz édessége. Mert ajándékod megmutatta édességed a gyermekeid iránt, Úgyhogy az mindenki kívánságának megfelelt, és azzá változott, amit akartak. A hó és a jég ellenállt a tűz erejének, s el nem olvadt, s megtudták, hogy a tűz, amely a jégesőben is égett, és esőközben is villogott, az ellenség termését tette tönkre. Ugyanakkor meg is feledkezett a saját erejéről, hogy az igazak táplálékhoz jussanak. A természet ugyanis, amely neked a teremtőnek szolgál, megfeszíti erejét a bűnösök fenyítésére de lecsillapodik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak. Ezért akkor is mindenné átváltozva a te mindeneket tápláló adományod szolgálatába állt, úgy, amint azt a hozzád kívánták, hogy megtudják fiait, kiket szerettél, Adonai, hogy nem a különféle fajtájú gyümölcs táplálja az embert, hanem igét tartja meg azokat, akik benned bíznak. Mert amit a tűz el nem tudott emészteni, kevés napsugártól melegítve, hamar elolvadt, hogy mindenki megtudja, napkelte előtt kell áldani téged, és virradatkor fordulni hozzád imával. A háládatlan reménye ugyanis elolvad, mint a téli dér, s elfolyik, mint a víz, amelynek nem veszik hasznát. 17. fejezet Mivel kifürkészhetetlenek a te ítéleteid, Adonai, és kimondhatatlanok ígéid, azért estek tévedésbe a bárdolatlan lelkek amíg ugyanis azt hitték a gonoszok, hogy elnyomhatják a szent népet, a sötétség és a hosszú éjjel bilincsei megkötözték őket, úgy, hogy tető alá zárva, s az örök gondviseléstől számkivetve feküdtek. Amíg azt hitték, hogy titkos bűneik mellett a feledés sötét leple alatt rejtve lehetnek, elszélettek, iszonyúan megdöbbentek, és szörnyű álmolatukban megzavarodtak. Még az őket befogadó zúkban sem szabadultak a félelemtől, mert rettenetes zaj háborgatta őket, komor alakok jelentek meg előttük, és félemlítették meg őket. Semmiféle tűznek sem volt számukra elegendő világító ereje, de a csillagok lobogó fénye sem tudta-e komor éjjjel beragyogni. De hirtelen kigyúlt, félelmes lángok jelentek meg nekik, és a soha nem látott jelenségtől megriadva, a látottakat a valónál rosszabbnak gondolták. A bűvészek szemfényvesztése is kudarcot vallott, és csúfosan végződött a bölcsességgel való kérkedés próbája. Akik ugyanis fogadkoztak, hogy kiűznek a beteg lelkekből félelmet, nyugtalanságot, maguk is nevetséges aggódás betegei lettek. Mert akkor is, amikor nem ijesztette őket semmi rémség, ha mellettük állatok szaladtak, vagy kígyók sziszektek, megborzadtak és remegve majd, hogy ki nem múltak. Még a levegőbe sem mertek tekinteni, holott azt sehogy sem lehet elkerülni mivel ugyanis a gonoszság gyáva tanúsítja azt is, hogy elítélik, és kegyetlen dolgokat vár mindig a zaklatott lelki ismeret. A félelem ugyanis nem egyéb, mint a segítség gondolatának feladása. Minél gyengébb tehát belül a remény, annál kínosabbnak érzi a bizonytalanságot a csapás forrása felől. Azok pedig, akik az alélt éjjelen, amely az alvilág mélységes fenekéről jött elő, egy azon álomba merülten feküdtek, hol rémes kísérleteket űztek, hol pedig a lélek kábultságában ernyedtek, mert hirtelen váratlan félelem jött rájuk. Így aztán, ha valaki leroskat közülük, fogójá lett vasbilincs nélkül is börtönbe zárva. Akit meglepet, akár földműves volt, akár pásztor vagy mezei munkás, el nem kerülhető kényszerbe jutott, mert mindannyiukat egyazon sötétség bilincsei fogták. Akár suhogó szá volt az akár sűrű lombú csalitból hangzott szép csengésű madárszó, akár sebesen iramló víznek moraja, akár aláhulló sziklák hatalmas robaja, akár ugrándozó állatok láthatatlan futása vagy ordító vadállatok üvöltése, akár pedig a magas hegyekről verődő vízhang. Mind megfélemlítette és megemésztette őket mert az egész földkerekség tündöklő fényben úszott, és fennakadás nélkül élhetett a munkának. Csak ő rájuk borult a terhes éjjel, a rájuk váró sötétség képe, de a sötétségnél is inkább terhükre voltak önmaguknak. 18. fejezet Szentjeid ellenben a legtisztább fényt élvezték. Hallották ugyanazok hangját, de nem látták alakjukat, és magasztaltak téged, mert nem szenvedték ugyanazt. Akik azelőtt kárt vallottak, hálákodtak, hogy nem szenvednek, és hogy különbség legyen, még ajándékot is kértek. Ezért tűzoszlop volt vezetőjük az ismeretlen úton, és ártalom nélküli napot adtál nekik a dicső vándorláshoz. Amazok viszont megérdemelték, hogy világosságtól megfosztva a sötétség börtönét szenvedjék, mert elzárva tartották gyermekeidet, akik által a törvény el nem búló világosságát kellett vennie a világnak. Mivel elhatározták magukban, hogy megölik az igazak gyermekeit, akik közül egy kitett gyermek megmenekült, gyermekek nagy számát vetted el tőlük büntetésül, és elveszítetted minnyájukat egyaránt a tengernyi vízben. Előre hírét vették atyáink ennek az éjnek, hogy jól ismerve az esküvéseket, melyekben hittek, bátrak legyenek. Így bizalommal várta néped az igazak szabadulását és az istentelenek vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad azzal minket, akiket hívtál, felmagasztaltál. Mert titokban áldoztak Jámbor atyák igaz gyermekei, s egy lélekkel vállalták az igazságos törvényt, hogy jóban és bajban egyaránt osztoznak az igazak, és felhangzottak tőlük az atyák énekei. Az ellenségek azonban égtelen kiáltással feleltek, és szerte hangzott azok jajszavai, akik siratták gyermekeiket. Ugyanaz a büntetés sújtott szolgát, urat egyaránt, és az alatvaló ugyanazt szenvedte, mint a király. Ugyanazon halál nem állta a valamennyinek számtalan volt a halottja. Az élők nem győzték temetni, mert legféltettebb magzataik egy csapásra halálukat lelték mert akik farázsolások miatt mindvégig hitetlenek maradtak, az első vesztekor végre mégis elismerték, hogy ők Elohim népe. Mert mi alatt mély csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja középen tartott, mindenható igéd az égből királyi trónodról ott termett a pusztulásra szánt föld közepén, mint egy zord harcos vissza nem vonható parancsodat hordozta éles pallos gyanánt. Ott állt és betöltött mindent halállal, az eget érte, miközben a földön állt. Akkor hirtelen gonosz álomképek háborgatták, és váratlan félelem szállta meg őket. Az egyik itt esett összefélholtan, a másik amott, és tudtulatta halála okát, amely miatt vesznie kellett mert az őket háborító álmok ezt előre jelezték, hogy meg ne halljanak anélkül, hogy tudnák, miért kellett kegyetlenül szenvedniük. Az igazakat is illette ugyan a halál megpróbáltatása, és sokakat ért romlás a pusztaságban, de nem tartott soká haragod, mert fedhetetlen férfi sietve közben járt a népért. Elővette szolgálat a pajzsát, Imával kérlelt és engesztelő tömjénnel szembeszállt a haraggal, véget vetett a csapásnak és megmutatta, hogy ő a te szolgád. Legyőzte a zavargást, nem testi erővel, sem fegyver hatalmával, hanem szavával győzte meg a fenyítőt, hivatkozott az atyáknak tett esküre és a szövetségekre. Mert amikor már halomra hullottak a halottak, közbelépett és véget vetett a haragnak, s útját szegte annak az élők előtt leomló ruháján rajta volt az egész világ. A négy sor kőbe az atyák dicsősége volt metszve, és fejdíszébe fönséged volt belevésve. Meghátrált ezek elől az öldöklő, visszahökkent tőlük, mert haragodból a puszta próba is elég volt. 19. fejezet Az istentelenekre azonban mindvégig ránehezedett a könyörtelen harag, mert előre tudta, mit tesznek a jövőben. Hogy miután megengedték távozásukat, és sebben lobbal útnak indították őket, megbánják majd és üldözik őket. Míg a gyászsal voltak elfoglalva, még jajgattak a halottak sírjánál, és már is újabb balga gondolatra jutottak. Mint szökevényeket vették üldözőbe, akiket könyörögve küldtek el, megérdemelt végzat hajtotta őket ilyen vég felé, és engedte elfelejteni a történteket, hogy fenyítésük hátralevő büntetése teljessé legyen, és népet csodás módon átkeljen, ők pedig szokatlan halált leljenek. Az egész teremtés ugyanis teljesen újjáalakult természetében, hogy parancsait szolgálatára álljon, és gyermekeidet sértetlenül megóvja. Mert felhő árnyéka borította táborukat, s ott, ahol azelőtt víz állt, száraz föld bukkant elő, jól látható út a vörös tengerben, zöld elő mező a nagy mélység közepén. Átvonult rajta az egész nép, kezed oltalma alatt, és bámulatos csodáidat szemlélte. Legelésztek, mint a lovak, szögdeltek, mint a bárányok, és dícsértek téged, adonája, aki megmentetted őket. Visszagondoltak arra, amit átéltek idegen földön, hogy állati utódlás helyett a föld legyett termett és vízi állatok helyett a folyó töménytelen békát ontott. Aztán pedig madarak szokatlan keletkezését látták, amikor mohóságtól hajtva csemegét kértek, mert vágyuk lecsillapítására fűr szállt fel a tenger felől. De a büntetések sem sújtották a bűnöseket előzetes jelek, csattogó villámcsapások nélkül. De méltán is szenvedtek gonosz tetteikért, mert utálatos idegen gyűlöletet tanúsítottak amíg mások nem fogadtak be ismeretlen jövevényeket, ők jó szándékú vendégeket vetettek szolgaságba. Azokra is ítélet vár, akik nem fogadták szívesen az idegeneket, ők azonban ünnepségek között fogadták be őket, de miután ugyanazon jogok részesei lettek, kemény kényszerrel sanyargatták őket. De sújtotta is őket vakság, úgy, mint azokat ott, az igaz ajtaja előtt, amikor hirtelen sötétség borult rájuk, és mindegyik az ajtaja bejáratát kereste. Az elemek ugyanis elváltoztak egymáshoz való viszonyukban, mint ahogy a húros hangszeren különböző hangok váltakoznak, noha mindegyiknek zengése ugyanaz marad. Ez nyilvánvaló a történtek tüzetes szemléletéből. Szárazföldi állatok ugyanis vízivé változtak, és vízi állatok kimentek a szárazra. A tűz felfokozta erejét a vízben, a víz pedig elfeledkezett oltó természetéről. A lángok nem bántották a bennük járó romlandó állatok testét és nem olvasztották fel a könnyen olvadó jó eledelt, amely jéghez hasonlított. Mindezek által ugyanis nagyjá és dicsővé tetted Adonai népedet, nem vetetted meg, sőt mindenkor és mindenütt velük voltál.